Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Szakma kiváló tanulója. Kitűnő eredmények a Tolna vármegyei diákoktól. Mederkotrás. 10 évre terveznek. Tiszteletadás. Műsorral készültek a tolnai iskolások. Lecsere program. Ingyenesen átvehetők az új izzók. A Dunaföldvári Magyar László Szakképzőiskola két diákja is kiemelkedő eredményeket ért el a szakma kiváló tanulója versenyen. Azok a diákok, akik 60% felett tudnak teljesíteni a megmérettetésen, kiváló szakmai érdemjeggyel hátradőlve figyelhetik társaikat, akik előtt még vizsgál. Szakma kiváló tanulója verseny zajlott le nem olyan régen. Ez hosszú évek óta azt gondolom, hogy egyébként a szakképzésnek egy nagyon nívós versenye, és mi is, mint szakképzőiskola, nyilván igyekszünk a tanulóinkat ezen a versenyen indítani. Ez szakmánként történik, ugye ez a verseny. Ebben az évben 6 szakmában indítottuk a diákjainkat az első fordulóba. Összesen 15 diák jelentkezett, illetve az eredményeik alapján ezt a 15 diákot jelöltük arra, hogy részt vegyenek ezen a versenyen, és a résztvevők közül 7 tanuló ért el olyan eredményt, hogy az írásbeli, azaz interaktív vizsga alól ők felmentést kapnak. Az intézménynek vannak még jó eredményt elért tanulói, gépészet, turizmus vendéglátás, valamint a kereskedelem ágazatban is. Kun János jelenleg 11 tanulóval foglalkozik, akik mind 10 és 11-esek. A Dávid ugye most végzős 11-es, és az SKTV versenyen, hát az írásbeli, ahogy mondtette, és ő kimagasló eredményt érte, az a 80-valány emberből a harmadik legjobb pontja lett, ezzel bejutott az országos előválogatóra, amin ugye gyakorlati feladat volt. Ez Esztergomban a Kéz a Fejedelem szakképző iskolában került lebonyolításra, ott 8-an versenyeztek. Hát azt nem tudjuk, hogy hányadik lett a Dávid, sajnos nem jutott be a legjobb háromba. A szerkezet lakatos szakmának van több fajtája, mely nehéz vagy könnyű rendszerekkel foglalkozik. Az idejáró növendékek mindegyik fajtával találkozhatnak, hiszen igen vegyes a paletta az elvégzendő feladatok terén. Ott a fúrás, vágás pontosan, ott nekünk egy anyagról kellett lemérni a méreteket, kellett csinálnunk egy mérési jegyzőkönyvet, arra egy szabadkézi rajzot, a szakra ez szabályok megtartva. És az alapján kellett dolgoznunk, és ugye az is beletartozott a pontozásba. A gyakorlati vizsga átölelt mindent, amit az évek során elsajátítottak a fiatalok a lakatos szakmában. Körülbelül 86-an vettünk részt itt az országban, ha jól tudom. Tolna megyéből csak sajnos ketten, én is az egyik csoporttársam. Nekem 84 pontom lett, azzal a negyedik helyezést értem el. A csoporttársamnak meg csak meg lett a 60%, neki meg az írásbeli vizsgát nem kellett elérnie. Szabadkai Dávid szereti a szakmáját, mert nagyon kreatív, és ebben képzeli el a jövőjét. A nagy esőzések következtében feltelt a závodi patakmedre, melynek helyreállítása hamarosan végbe megy. A kár mérséklésért és a további hasonló helyzetek elkerülésért Viszmajor igényt nyújtottak be, hiszen úgy feltorlódott a hordalék a mederben, hogy annak kikotrása elkerülhetetlenné vált. A szakértői vélemény szerint mindez csak nem 10 millió forint lett volna, most mégis kevesebből kell megoldaniuk. 6 millió 954 ezer forintot hagytak jóvá, ehhez társul még a település önerője, és így gyakorlatilag 7,5 millió forintból történik meg 450 méter hosszúságban ez a mederkotrás. Ez a számítások szerint több mint 1500 köbméter iszapot jelent. Hasonló helyzet legutóbb csak nem 10 éve fordult elő a településen, az akkori hiba elhárító munkálatokat tehát csak nem egy évtizedig élvezhették, hasonló időre terveznek most is. A probléma azonban nem áll meg a határoknál. Az závodi patak az igazság szerint a závod külterületéből ered, nagyságrendileg egy 3 km hosszúságú vízfolyásról van szó, aminek a belterületi hosszúság az mintegy 1 km. Ugye most 450 méter helyreállítás valósul meg, a többi részen is komoly problémák vannak. A Viszmajor igény csak belterületre érvényesíthető, az azon túli helyreállításokra egy ideje már keresi a megoldást a závodi önkormányzat. Rövid híreink következnek.
A tényállás szerint a vádlót követni kezdte a sértettet Pakson az éjszakai órákban, azzal a céllal, hogy szexuális aktusra kényszerítse. Amikor utolérte, hátulról átkarolta és megfenyegette. A sértettnek sikerült kiszabadulnia, ezután dulakodni kezdtek. A földön a vádlót megpróbálta sértetre feküdni, de az nem hagyta, lerugdosta magáról. A vádlót megelégelte ezt, és úgy tűnt továbbáll, miközben a sértett megpróbált bejutni a lakóházba, ekkor azonban táskáját megragadta a vádlót, és távozott. Mindössze 2000 forintot zsebelt be így. Az ügyet másodfokon tárgyalták és helyben hagyták az elsőfokú bíróság ítéletét, ami 3 év börtönfokozatban végrehajtandó szabadságvesztést és 3 év közügyektől eltiltást jelent. A napokban pályaválasztás előtt álló a helyi József Attila általános iskola 7. A-osztályos tanulói tettek látogatást a dombóvári rendőrkapitányságon. Tóth Szilvia, rendőrfőtörzs zászlós megmutatta a fiataloknak a kapitányság épületét, voltak az előállító helyiségben, megnézték a régi fogdát és a bűnügyi technika felszereléseit is. A szolgálati járművekkel ismerkedtek, majd a lőtéren is jártak. A rendőrségen végezhető feladatokról is tájékoztatást kaptak. Bűnügyi témában a rabosítás munkafolyamatáról beszéltek a technikusok. A program zárásaként az internet veszélyeiről hallhattak előadást a diákok. Március 9-én Tolna vármegye 7 önkéntes tűzoltó egyesületének 16 tagja teljesítette sikeresen a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot. A 40 órás képzésen tanultak biztosítják azokat az alapfokú tűzvédelmi elmélet és gyakorlati ismereteket, amelyek birtokában az önkéntesek egy káreset helyszínén biztos kézzel az elvárható szakmai szinten biztonságosan tudnak majd beavatkozni a hivatásos tűzoltó egységek munkáját támogatva. Az önkéntes tűzoltók a képzés során megtanulták használni az egyéni védőeszközeiket, továbbá végrehajtani a tűzoltás taktika alapvető szereléseit. A Tolnai Vosinszki Mór általános iskola minden évben megemlékezést tart az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére. Idén a 3. osztályos tanulók készültek műsorral. A tolnai iskolások műsorában versek, jelenetek, dalok, táncok szerepeltek. A harmadikosok osztályfőnöke azt mondta, reméli, emlékezetessé tudták tenni az ünnepnapot. Ez az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk. Minden márciusi hős példaként állhat a gyerekek előtt, és bízunk benne, hogy ezek a márciusi hősöknek a példájából tudnak merítkezni a gyerekek a későbbiekben. A műsor elemeit a gyerekek a délutáni napközis tanórákon gyakorolták. Az intézmény igazgatója beszédében kiemelte az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei bátorságból, hazaszeretetből és hazafiságból példát mutatnak mindenki számára. Büszkén mondhatjuk, hogy országunk történelmének egyik legfontosabb és legdicsőségesebb része az 1848-as márciusi forradalom, amit egy maroknyi fiatal a Bécsben kitört forradalom hírére döntötte a Kirgaksz Háziházba, és indított el március 15-én hajnalban. A gyerekek az előadást megelőzően történelmi olvasmányokkal is megismerkedtek. Hogy barikádokkal emelték az utcákon. A tolnai fiatalok műsora méltó módon tisztelgett a magyar nemzet történetének egyik legmeghatározóbb eseménye előtt. Tekintsék meg rövid híreinket! Mórahalmon rendezték meg a diák A és B korosztály számára kiírt nyílt magyar kupát, illetve a serdülőkorúaknak rendezett nyílt országos rangsorversenyt. Az eseményen a környező országok versenyzői is rajthoz álltak, a paksi küldöttség dzsúdósai közül Kalmár Appelt Áron a diák A-sok között, és Vajna Csongor a serdülők versenyében egyaránt a döntőig verekedte magát, de végül mindketten minimális különbséggel ezüstérmesként zártak. Megrendezték a városi mezei futóversenyt a dombóvári szigeterdőben. A város 3 általános iskoláján túl Kocsola, Kaposszekcső és Gyulaj csapatai vettek részt a sporteseményen. Összesen 160 tanulót neveztek a tanárok, 13 fiú és 14 lány csapat indult korcsoportonként különböző távokon.
Összesen 120.990-en adták be jelentkezésüket az idén szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre, közölte az oktatási hivatal. Ez mintegy 5000-rel kevesebb a tavainál, de több, mint 2022-ben és az azt megelőző években. A múlt évben ugyanis 2011 óta nem látott szinten volt a felvételizők száma. A tanári és tanítószakok iránt azonban nem nőtt az érdeklődés, a pedagógus képzésbe idén 17.833-an nyújtották be jelentkezésüket, ami elmarad a tavalyi 18.673-tól. Hamarosan elkezdődhet a LED csereprogram keretein belül az új izzók átvétele Szekszárdon. A LED csereprogram második ütemére 300-an jelentkeztek, nem csak Szekszárdról, de a környékről is. Az átvételi időszak hamarosan kezdődik, mely alatt körülbelül 4500 égő kerül kiosztásra ingyenesen. Arra kérek mindenkit, hogy aki jön átvenni az izzókat, lakcímkártyáját, személyigazolványát hozza magával. A helyszínen is felkészült dolgozók segítik majd a gördülékenyebb haladást, ahogyan a jelentkezéskor is segítséget nyújtottak az arra igényt benyújtóknak. Az izzók a volt Bartina ABC épületében a Béla Király tér 8-as szám alatt vehetők majd át. Összességében arra gondoltunk ezzel is, hogy segítünk a háztartások költségvetésében, mert azért aki a teljes épületében ezeket az izzókat használja, bízunk benne, hogy jelentős megtakarítás jelentkezik majd a villanyszámlába. Mindenki használja egészséggel, és ha netalántán még adódna lehetőség, akkor minden további nélkül állunk majd a lakosság rendelkezésére. Az égőket március 18-án, 20-án, 25-én és 27-én 8 és 12 óra között, valamint két pótnapon, tehát április 3-án 8-tól délig, és 4-én déltől délután 3-ig kaphatják meg. Mutatjuk Baranya és Somogy vármegye híreit. Lassú árnövekedés az új építésű ingatlanoknál, élénkül a vidéki kereslet a szakértő szerint. Tanítók napja. Innovatív eszközökkel is megismerkedtek a mate hallgatói. Újra felfedezett vonalak elektrografikai feldolgozása. Három alkotói korszak, különböző technikák. Egy százalék alatti áremelkedést mért az Otthoncentrum az új építésű lakások négyzetméter árában az első negyed évben. Ilyen csekély növekedés legutóbb a Covid időszak alatt volt. A pécsi helyzetről, a helyi piaci folyamatokról kérdeztük a szakértőt. 1% alatti áremelkedést mért az Otthoncentrum az új építésű lakások négyzetméter árában az első negyed évben, írt a közleményében a cég. Ilyen csekély növekedés legutóbb a Covid időszak alatt volt a vidéki ingatlanpiacon. Átlagosan 1 millió forintos négyzetméter áron hirdetik az új építésű ingatlanokat, közölték. A pécsi szakértő megerősítette ezt az adatot, ami igaz a Baranyai vármegye székhelyen is. Az 1 millió forintos négyzetméter árak azok az új építésű lakásokra vonatkoznak, ott nagyjából 1 millió 100, 1 millió 200 között vannak az új építésűek. Használt ingatlan árak azoknak a, hát volt egy minimális csökkenés, de azok úgy nagyjából megállnak. Van egy réteg, amit nagyon kerestek, ez a 30-35 millió forinti panellakások, ugye a téglalakásokat 50-60 millió forintig, és házad is 80 millió forintig. Azt gondolom, most a piac egy kicsit kivárásban van, megváltoztak a sok feltételek, de ahogy mi halljuk meg, hogy látjuk, Budapesten már elindult azért a piac, és ennek kell egy pár hónap, hogy még legyűrűzik az ide vidékre. A szakértő azt mondja, nem számítanak az ingatlan árak csökkenésére, hiába lassult az új építésű lakások árnövekedése. Azt mondom, az ingatlan piacnak az emelkedésre az összes nagyobb piaci szereplő arra számol, hogy ezek növekedni fognak, akár 10-20%-kal is. Hogy a négyzetméter árak hogy alakulnak, azt előre sajnos nem lehet megmondani, mert az elmúlt években tapasztaltunk pozitívba is fölfelé brutális emelkedést, illetve negatív irányba is, amikor nem számoltunk rá, hogy közben jöttek például az ukrán háború, akkor azutána voltak azért csökkenések is, de az nem volt annyira jelentős. A csok körüli változások a vidéki ingatlanpiacot élénkítik, ez érezhető Baranyában is. Falusi csoknál megemelkedtek az árak,
és ott a régi feltételek vannak magyarul, ott még föl lehet venni a meglévő gyerekre és a falusi csokot, ugye, és mellé úgy néz ki, hogy ilyen áprilistól ugye több bank is, az két-három bank is belement abba, hogy ugye a csokpuszt is ugye mellé föl lehet venni. Innentől kezdve azt gondolom a vidéki ingatlanoknak az ára is, meg a kereslettel meg fog nőni, és gondolom föl fog értékelődni ott is egy-két dolog, én azt gondolom. A bankok még nem dolgozták ki azt a verziót, ami a csok pluszt és a falusi csokot tudja kombinálni, mondja Jávor Zoltán. Információik szerint ez áprilisra megtörténik, így a fiatalok egy nagyon jó lehetőséget kapnak arra, hogy Pécs környéki kis településeken találjanak maguknak megfelelő ingatlant. Előadásokkal és az oktatásban alkalmazható innovatív eszközökkel várták Kaposváron a mate tanítószakos hallgatóit. A fiatalok emellett többet megtudhattak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról is. Az ötlet pedig onnan jött, hogy nagyon-nagyon szeretem a régi magyar filmeket. Orbán Rákos Dóra az elsők között alkalmazott digitális eszközt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Ezt a prezentációt is szemléltette a mostani tanítószakos fiataloknak Kaposváron. Kutatásom fő témája végül is a tantárgy pedagógiai módszereknek a korszerűsítésére irányult. Ezen belül is én a történelem, középiskolai történelem tanítást próbáltam meg megreformálni, és ehhez egy filmes oktatási módszert mutattam be a tanulmányomba. Hát igen, az előadásom során használtam audiovizuális eszközöket, mégpedig egy videórészletet, filmbevágást, illetve egy komplett óratervezetet építettem erre fel, amit be is mutattam anno az OTD-kán. Dóra ma már a MATE felnőtt képzési koordinátoraként dolgozik, de szívesen emlékszik vissza egyetemi éveire és az OTD-kás szereplésére. Egy nagyon jó szakmai kaland volt. Kicsibe az ember megtapasztalhatja még egy ilyen védett közegbe a kutatói világot, hogy tetszik-e neki, akar ezzel foglalkozni, illetve ösztönzi is az embert, hogy ezt a pályafutást válassza. Másrészt meg egy nagyon jó buli, szakmai élmény, és én nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza rá a mai napig. Amit ott szereztem, tapasztalatokat ma is tudom még hasznosítani, illetve akikkel akkor szekciópályatársak voltunk, a mai napig tartjuk a kapcsolatot, tehát egy nagyon jó kapcsolati tőkét is adott az ott töltött időszak. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának tanítók napján ezekről is mesélt a fiatal hallgatóknak Orbán Rákos Dóra. A programot már 10 éve szervezik meg a hallgatóknak országszerte. Az ösztönző előadásokkal szeretnék felhívni a fiatalok figyelmét a tanítószak fontosságára és az abban rejlő lehetőségekre. Úgy gondoljuk, hogy a tanítóknak korszerű tudással kell rendelkezniük, és a mai digitális technika világában is nekik is haladniuk kell a korral, és egy pályázatnak, Kalandozások a tudományos világában című pályázatunk segítségével tudtuk ide szervezni a mai napot a Digitális Tudás Központba, hogy megismerhessék és kipróbálják, és a mai nap lényege, hogy tudják is alkalmazni majd ezeket az eszközöket a tudomány világában is, és a tanítás során is. Hiszen nagyon fontos, hogy a mi tanítóink olyan új módszereket hozzanak létre, ami tudományosan megalapozott, van biztos elméleti háttere. Ott animációs sarokban azt is meg tudjátok nézni, illetve a Deep Motion-t is nézzétek. A programon a fiatalok 3 fős csapatokat alkotva próbálhatták ki azokat az innovatív eszközöket, amelyeket a tanításban is egy-egy óra keretében tudnak majd alkalmazni. Csizi László villamosmérnök képzőművész 3 alkotói korszakának igencsak különböző technikai eszközökkel készített munkáit mutatja be. Számítógépes grafikáiból látható kiállítás Pécsen a Művészetek és Irodalomházában. Az újra felfedezett vonalak elnevezésű tárlaton korábbi munkáiból indult ki, illetve azokat folytatva alkotta meg képeit Csizi László képzőművész. A mintegy 1/4 évszázada ezzel a témával foglalkozó művész az eretografika világába viszi el közönségét. 3 alkotói korszakáról beszélt a művész, a kiállításon is 3 blokkban helyezték el a képeket. Akkor a vonalak azért is természetes adottság volt, mert egy asztali plotterrel tudtam kirajzolni az elkészített programokkal létrehozott, elképzelt rajzokat, és ugye azzal csak vonalat vagy pontot tudtam rajzolni. Itt például a falon látunk egy
vonalhálót, aminek egy külön érdekessége, matematikai függvényeket használtam a grafika kialakításához, hogy itt a véletlen függvény nagy szerepet kapott, a random függvény, tehát időnként elhagyta a rajzolatot a véletlen generátor segítségével a rajzgép, más esetekben pedig kifejezetten torzította. Tehát két különböző hatás. A második korszaka a 80-as évekre esik. Ekkor a mikroszámítógéppel történő alkotást be kellett fejezni, mert leálltak a szerkezet gyártásával. Jött a PC korszak, de ezek a számítógépek nem voltak alkalmasak az analitikus feladatok elvégzésére. Ezért a természetvilágához fordult Csizi László. Ezért azt kezdtem el elemezni, hogy a természetből milyen struktúrákat tudok felhasználni. Először is digitális fotók készültek, például ezen a képen látjuk egyébként az 56-os forradalomnak a 60. évfordulójára egy országos pályázatra készült, nyert is egy külön díjat. Itt a Moson-Magyaróvári határlőlaktanyának a kontúrja látszik. A harmadik korszaka az, amikor egy plexréteg két oldalára lézerrel történik a mű felvitele, ami közös a három korszakban, az a vonalakkal való játék. Lézergravírozással viszem fel az önállóan megtervezett két grafikai réteget. Tehát ezek a rétegek vagy kis eltérésekkel, ilyen sajátos mozgásokat hoznak ezáltal létre, vagy pedig teljesen eltérő második komponense, második grafikai komponense a közös grafikának. Az újra felfedezett vonalak ezen a héten még láthatók Pécsen, a Művészetek és Irodalomházában. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Szakma kiváló tanulója. Kitűnő eredmények a Tolna vármegyei diákoktól. Mederkotrás. 10 évre terveznek. Tiszteletadás. Műsorral készültek a tolnai iskolások. Lecsere program. Ingyenesen átvehetők az új izzók. Pénteken délelőtt a Dunántúl fölé mérsékelt vastagságú, növekvő felhőzet miatt szűrtebb, időszakosabb napsütés várható. Délután vastagszik majd a felhőzet, de estig eső nem várható, nem úgy hajnalban, amikor már szorványosan eleredhet a csapadék. A hőmérséklet a középrégiókban mozoghat. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!